Lehetséges, hogy segít. Lehet. Lehet. Mindig elbaszom. Mert már magát a közvetítést elindítottam, csak nem nyomtam rá start streamingomra a YouTube-on. Mert ugye arra is rá kell nyomni. Ez a YouTube hibája, nem a tied. Igen. Azt nem tudjuk, hogy kik erősítik a HVS-nek a csapatát. Ezt nem kérdeztem meg. Igen, az viszont tény, hogy Predator, az egyik tag, az majd szépen fel fog jönni meccs után egy kis szakmai csevejre. Lehet, lehet. Na, itt vagyunk. Égeső segít, lehet. Nálad is. Viszont igen, nálam is hallom. Meg. Halkizd le. Jó, hát megvan. Oké. Okay. Jó. Szóval, üdvözlünk mindenkit amúgy. Szerbusztok. Égeső segít, lehet, lehet. És amíg itt mindig közben el. Várunk a TF2 csapatoknak legalábbis, hogy csatarendbe álljanak, addig mi valószínűleg nyomatunk egy kérdezfeleleket, mert van most fél óránk. Gondolom, abban jók vagyunk. Igen, ha másban nem is. És miről beszélsz? Ja, úgy TF-ezek, hogy... mint egy isten. Mondjad? Úgy TF-ezek, mint egy isten. Ezt senki nem kérdezte, és nem is cáfolta. Silin, úgyhogy... Ez szerint... egy nagyon meta joke akart lenni, hogy Isten nincs, tehát nem TF-ezik. Érted? Hát nagyon meta volt. Házás békesség! Na, ott tartottunk, hogy kérdezz felelek, lehet kérdezni a cseten. És senki se csodálkozzon azon, hogy egy félmeztelen férfi jött fel előbb a videómon, aki beszél a kamerába YouTube-on. Nagyon jó videói vannak. Jó, amúgy nézted. Ki jött egyébként a... új gymquizition, figyelted? Nem. Hatalmas, olyan szöveget nyom le a gym az elején, hogy már az első 45 másodpercben konkrétan a szék alatt fetrengtem. Hatalmas. Majd nézd meg. Rendben. Megteszem, de csak a kedvedért. Jaja, jaja. Ez a minimum. Ha már egyszer elcseszted. Azért annyira nem vagyok a fit és üde. És holnap is streamelni kell. Te Jézusom. Te vállaltad, te vállaltad. Ja. Szerencsére szerdán már csak sas fog streamelni. Baj, lehet, hogy becsatlakozok én is. Ki tudja? Akármi megtörténhet. Dubstep vagy mosógép? Szerintem nincs különbség a kettő között, Sirin. Én most hallok róla először, hogy ez két különböző dolog. Jó, ezt akkor már beszéltük, úgy érzem. Meg-meg. Jöhetnek a kérdések. Mikor lesz a kövi 24 órás parti? Azt nem ígérem, hogy hamar. Azt ígérem, hogy soká. Nagyon soká. A mostani állapotában, hogy így egy nappal túl vagyok rajta, én azt mondanám, hogy egy évente lesz ebből egy. Ennyi. Évente, maximum. Mármint az általad rendezett Sirin és a haverok. Igen. Féle LAN-partiból. Nem, 24 órás streamre gondolok. Tehát, 24. Ha egyébként ti hívnátok, hogy gyere Sirin, csináljunk egy 24 órás streamet valahol, kiröhögnélek. Nem. Tehát ebből egy évben egy elég. Ha csak nincs valami olyan cél, ami miatt érdemes. Tehát, hogyha kitalálnánk, hogy rákos kisgyerekeknek gyűjtünk pénzt, akik ...nek felrobbantotta az akna a lábát, akkor azt mondanám, hogy jó, hát akkor menjünk. De ez így, hogy fanolunk és izé, ez így annyira nem. Ez egyszer elég. Még stream nélkül sem nagyon csinálnám. Holnap mit streameltek? Hát srácok, olvasni kéne az Otherworld-nek a Facebookját. Főleg azért, mert hogyha még fel is vagytok rá iratkozva, akkor sem mindig kapjátok meg a kirakott cikkeinket, mert a Facebook az már csak ilyen. Nem fizetünk ugyanis neki, mint mások. És úgy értesülhettek például arról, hogy a Gamescomon ma, holnap és holnap után vannak közvetítések. A mai az ilyen kodos multiplayer bemutató, úgyhogy azt annyira nem közvetítjük. Viszont holnap lesz Microsoft és Sony, és holnap után pedig lesz EA. A Microsoftot Zoli fogja közvetíteni, a Sonyt azt jó magam, az EA-t pedig sas. Annyi kis változás lehet még a programban, hogy lehet, hogy Skype-on összeülünk majd a
sassal a Sonyra meg az EA-re. Ennyi. Közben további kérdések jönnek. Bocsi, ez muszáj. Jennifer Lawrence vagy Natalie Portman? Az a probléma, hogy két rohadt jó nőt éppen felsoroltál, szerintem. Bocsi, én a Leon óta én Natalie Portman párti vagyok, holott imádom J-Lo-t. Shirin, neked jó lesz Jennifer Lawrence? Hát, tudod, hogy van egy arkon. Már őt behívtad a jacuzziba az egyik videóba. Igaz. Azt akartam mondani, hogy tudod, hogy van ez arkon, hogy utánad hagyott szemetet én összeszedem. Ennyi. Hát akkor legyen. Én meg a Teron után hagyottam. Ennyi. Teron ebből a szempontból úttörő. Már, ha értitek, mire gondol. Ó, nem értem. Jó, oké. Jézusom. Rákattintottam itt valakinek a spam linkjére, amit ugye ezt kirakott spamnek, nem kellett volna. Teneted. Hova postázhatom a boilert? Mondjatok már, meg srácok, léci. Erről van egy érdekes sztorim, ami a 24 órás stream alatt történt. Amikor is ugye pizzát akartunk rendelni. Na hát ennyit a... hogy hova postázd a boileredet, sehova. Bár Arkonnak elküldhetitek. Mindjárt mondom a címét. Jó, nyugodtan. Én megjavítom és felhasználom, tehát én, nekem ez nem probléma, mert ilyen vagyok. Ha ló nincs jó, az a már is? Nem. Ha nincs ló, akkor legyen mondjuk Diablo. Na, tessék. Ha nincs ló, akkor legyen Diablo! Ja. Ez jó volt. Nem baj, jól fog menni, Siri. Most még az elején még így muszáj ezeket a agyfárasztó poénokat elsütni, aztán a végén jobb lesz. Mit nézzek? The VR vagy The Other World? Hát, én elfogult vagyok, úgyhogy én azt mondanám, hogy a The Other World-ot nézzétek. Pillanatra azt hittem, hogy VR-t mondasz. Kibírnál egy 24 órás UT 2004 streamet, persze. Mi lólan a kedvenc karaktered, Brand, és neked Arkon? Nekem LeBlanc. Ez elég gáz. Hát, ja, de én csak azzal az egyet tudok jól játszani, úgyhogy, ja. Azzal jól tudsz játszani? Hát, mármint nerf és 20 millió patch előtt, igen, jól tudtam még játszani, most már egy éve nem loloztam, vagy több. Úgyhogy, ne ja. Próbálj minket átverni, Arkon. Én ezt meg se próbálnám. Na, srácok. Arkonnak a faszom. Nagyon vicces akartam lenni azzal, hogy megadom nekik... Hát nem az, nem az, majdnem, de... Az aténi Akropolisnak a címét, de az utcanevet nem tudom elolvasni. Úgyhogy... Azt kérlek szépen, nem is tudom, Silencio köz... Nem. X... Ilyen krikszkrakszok. Igen. Úgyhogy nem tudunk segíteni. Ez van. Ha esetleg találsz egy gyroszárust, aki tud... Kicsit úgy... Aki mellette kriptográfus másodállásban, akkor hajrá. Shirin, remélem tetszett a kép, amit csináltam neked Twitteren. Csináltál nekem képet Twitteren? Várj, ezt most már nekem is meg kell néznem. Mikor csináltál nekem képet Twitteren? Én nem kaptam semmit. Várjál, notifications all. Keresem. Ah, megvan. Ez mi a faszért nem jön ez, amikor izé... Olyanok is írnak rám, akik nem... követtek? Ez hogy a fasz? Nem mindegy. I'm waiting. Ez volt ja, az? Gyerek. Shirin. Kérdés. Nem? Láttad a képet, amit Blizzard most posztolt nemrég? Melyikre gondolsz? A WoW-os. A cinematicból van egy kép. Nem! Júj! Hallod? Állítom, hogy az lesz a cinematica, amikor meginnák Menoroth vérét.
Én állítom, hogy az lesz a cinematic, mert azt hiszem a High Mall-on vannak, és arról van egy ilyen gyönyörű éjszakai kép, nézem. És így lehet látni, hogy a horda így menetel fel így a dombodalra. Látod? Igen, látom. Hát valami... De úristen. És ez csak egy rohadt kép egy cinematicból, a rohadt életből. Orkon, nem... már csak 3 nap. Csak legyen a cinematic. Azt hiszem, ugye? Csütörtök, olyan a cinematic. Ez a lényeg. Jaja, ennyi. Még egy Blizzard cinematic. Jobb lesz tőle a világ. Annyira szép. Na, meg na, van de... hype. Vissza a kérdésekhez. Jó, ja igen, várjál, még egy kérdés, na akkor egy kis twist. Most már az egész, most már beleveszünk Natalie Portman-t a Jacuzzi-ba, ami azt jelenti, hogy Jennifer Lawrence, Ellen Page, Natalie Portman vagy Emma Watson. Na, ezek közül. Hogy ki helyére? Hát nem, gondolom, hát nem tudom most mi itt a kérdés, gondolom azt, hogy melyiket a 4 közül. Ja. Várjál, leszűkíteném a kört. Mennyire vagy válogatós, tehát leszbikusok is jöhetnek ebből a szempontból? Én nem vagyok válogatós. Nem vagy válogatós, akkor Ellen Page is neked benne van, jó van. Nem, valószínűleg ő válogatós, de hát ezt ja, nem veszük figyelembe. Hát, azt mondanám, hogy Emma Watson. A Harry Potter nagy hatással volt a fejlődésemre. Ezért talán hozzá jobban kötődöm, ha érted, mire gondolok, Arkon. Én megmondtam, én Natalie Portman párti vagyok. Natalie Portman, persze. Úgyhogy, ja, sorry, nekem ez így, nekem örök szerelmem ő. Na mindegy. Közben alatta, na ez egy érdekes. Nem tudom, hogy szivatós kérdése, de egy érdekes. Ha egy cégnek kéne beajánlani magatokat, hogy jellemeznétek egy szóval az OV-t, tegyük fel, jól járnátok vele, a cég betársulna vagy veletek, vagy ilyesmi, ja, hogy itt nincs befejezve a kérdés. Hát gondolom, hogy mivel jellemeznétek egy szóval az OV-t, ha be kéne ajánlani? Gondolom ez a kérdés. Ha cégnek kéne beajánlani magatokat, hogy jellemeznétek egy szóval az OV-t? Ennyi a kérdés, a többi meg csak magyarázat. Gondolom. Szóval. Egy szóval? Egyetlen egy szóval az OV-t? Hát mondjuk, vagy egy szó kapcsolattal. Rád bízom az első választás jogát, Arkon. Jó, rendben, én ilyen nagyon korpokrata leszek ebből a szempontból. Legyen mondjuk Ultimate Honesty. Oh, ez még jól is halliterál, basszus. Micsoda? Ultimate Honesty. Oh. Ez jól is halliterál. Igen. Na, de te egy mit szóval. Mondanál? Egyetlen vagy egy szóval. Szókapcsolat. Na. Uh-huh. Legyünk engedékenyek. Szókapcsolat. Na várjunk csak. Hadd gondolkozzam. Jó úton tapingatsz, Arkon. Hát szókapcsolata is lehet, akkor én a no bullshit-ra mennék. Ez is nagyon jó, ez is. Mert nálunk nincsen egy darab se. Jaja. Mi annyira nem szeretünk bullshit-elni, hogy az valami hihetetlen. Egyébként volt egy érdekes dolog, még az OVS-en, amikor fönn voltunk a színpadon, és volt ez a kerekasztal megbeszélés Mogáccsal, meg ott a Dancsó, a Pamkutya, Sirius, ugye mi Zolival, ugye én meg Zoli, a Children of Distance-esek és a két tolvajkergető, ugye Tomcat meg még valamelyik, nem tudtam meg a másik fejből, mindegy. És szóba jött az, hogy a trollokat hogy kezeljük, miért foglalkozunk velük, ilyesmi. És erre mondtam azt például ott, hogy ugye a trolloknak két szintje van szerintem. Az egyik az, aki így a sok fasságot írogatja a kommentekbe, akin átnézel. Viszont van a másik fajta része, az, aki energiát belefektet abba, hogy valami olyasmat írjon, ami vérig hatol a csontjaidig. Ismered? Ismerem, igen, ismerem, és majd lesz egy hozzáfűzni való, mondja csak. Igen, mindegy. És... Dancsó Petinek volt erre egy nagyon érdekes reakciója, hogy igen, viszont ez is csak akkor tud bántani, hogyha önmagadat teljesen, hogyha minél többet mutat saját magadból online, annál jobban tudnak bántani az ilyen dolgokkal. Pontosan. És ezért jutott most az eszembe, mert
minket azért idegesítenek föl sokszor az ilyen kommentek, meg ezek a izék, amiket írogatnak az emberek YouTube-on, mert azok a támadások, azok nekünk úgy személyesek, hogy ugye mi nem personát játszunk az interneten, mi nem kitalált karakterek vagyunk, amit megszemélyesít a Veres Attila, vagy a Dömösi Gábor, vagy mit tudom én, hanem ezek vagyunk mi. És ezért fáj nekünk, amikor csinálja valaki. Igen. És ezért foglalkozunk vele, és nem csak átnézünk rajta. Igen, én még egyébként egy olyan alfajt még megkülönböztetnék a trolloknál. Ez a, igen, sok erőt belefetszöl, ez így van, viszont mindenáron azt akarja nálad elérni, vagy azt az érzetet kelteni, hogy ő feletted áll. Uh-huh. Ez az brutálisan, és tudod, hogy mivel éri ezt el? Megfogalmaz egy ilyen iszonyatosan, sokszor ilyen ironikus, cinikus hangvételű kommentet, nem sért meg úgy közvetlenül, uh-huh. viszont a végére tesz egy rohadt smiley-t. Érted? És az az egy smiley gyakorlatilag így visszahat a kommentre, és ilyen nem is tudom, mint hogyha egy ilyen ember felett álló emberként ként tekintene le rád. Teljesen olyan érzetet ad a kommentnek. Brutális egyszerűen. Ez az, amit egyébként rögtön banolni is szoktam. Tehát általában a gyökereket az csak tehát eltávolítom a kommentjeiket, és nagyjából ennyi, viszont az ilyeneket, ezeket a übermensch szindrómával szenvedő egyéneket, ezeket rögtön banolom, mert ezeket ugyannyira nem. Hol, mi? Arkon, hol a Borjack profilképed? Én azt lecseréltem, viszont Sirinnél az nem látszik, hogy lecseréltem, szóval végül azt nem visszaállítottam. Ja. Látsz még valami jó? Ja igen, na itt egy jó kérdés. Melyik humoristára, vígjáték színészre néztek fel leginkább, élő is, holt is játszik? Rád bízom az első válaszjogát ismételten. Jó, hát humoristára én azt mondanám, hogy Bödőcs Tibor. Bödőcs Tibor nagyon sokat merít, én úgy érzem, na közben rám írtak. Bocsánat, Facebookon, tehát Bödőcs Tibor én úgy érzem, hogy rengeteget merít George Carlinból, nem stílus terén, hanem úgy, hogy is mondjam, tartalom terén, és ezt én imádom benne. Vígjáték színész. Igazából a régi 30-as, 40-es évekbeli, ha jól emlékszem, talán jól emlékszem, igazából vígjátékok azok tetszenek. Tehát a Kabos Gyula féle, meg a Latabár Kálmán, azt hiszem már nem emlékszem. Ezek nagyon jók. Sirin? Na, én magyarokra nem tudok felnézni, nagyon sajnálom. Illetve hát van, akit tisztelek, de felnézni azt nem mondanám. Nekem egy ilyen humorista van, akire ezt tudnám mondani, illetve talán kettő, de ugye az egyik az Carlin, tehát ezt nem ragoznám tovább, ő az egyik, de a másik, aki szintén már elhunyt, és talán még egy picit jobban is felnéznék rá, mert sokkal inkább, hogy is fogalmazzak, máshogy állt a komédiához, mint Carlin, tehát Carlin merített a saját magából, de ő egy színpadi művet játszott el, amit ő írt meg. Igen, igen. És ezzel szemben, én akire nagyon felnézek, és úgy szintén már elhunyt, ő Patrice O'Neill, egy fekete komikus volt, és azért nézek fel rá, mert az összes dolog, amit az életében csinált, az összes ilyen humoros dolga, meg minden, egy olyan pontról jön, ami azt mondanám, hogy az a tökéletes ember. Tehát amikor magára úgy reflektál vissza, hogy nem is tudom, tudja, hogy a világ, ami körülötte van, hogy működik, és ő belehelyezi saját magát és a hibáit. Igen, és a természetesnek hat, ahelyett, hogy mesterkértnek. Igen. Igen, iszonyatosan természetesnek. Igen. Egyébként ezt aláírom. Egyébként meg a Bödős az hol hasonlít Carlinra? Az abban hasonlít, nem stílusban hasonlít Carlinra, hanem tartalomban, hogy megnézed a mai magyar stand-up komédieneket, ez nagyon magyaros volt, tudom, és igazából azt látod, hogy jaj, úgy poénkodnak, jaj, igen, a haverom az ezt mondta, és milyen jó volt, és stb., és ez megy, és Bödőcs volt, nem az egyetlen, de számomra a legmeghatározóbb, aki azt mondta,
hogy akkor most mi reflektálunk a politikai helyzetre, hogy mi megy a világban, de ugyanakkor merítünk a falu életéből is, tehát úgy az egész, tehát a gyökerektől elindulva egészen a legnagyobb dolgokig mindent belevett, és mindent így összevetett, és így azt imádom. Ez Carlinnál is nagyon bejött, hogy beszélt az anyjáról is mondjuk Carlin, és ugye, hogy hogyan gyűrűzetben áll ez a katolikus neveltetés egészen addig, mikor a Bush-t ócsárolja állandóan, hogy ő nem President Bush, hanem Governor Bush például. Aha. És így ez, amit látok igazából Bödöcsben, és igazából ahogy ez átülteti magyar nyelvre, magyar szokásokba, ezt magyar környezetbe, ezt imádom. Na itt közben jött megint egy kérdés, ami szintén spamnek lett jelölve, és nem tudom, hogy miért. Miért kezdtetek el pont az Otherworld Online-hoz csatlakoz, vagy őket már akkor is mertétek, Zolit vagy a többieket? Kicsit bonyolult volt a nyelvtani megfogalmazás. Na, te merted Zolit? Vagy esetleg kanalasztad? Én nem kanalasztam, én mertem. Értem. Hát miért az Otherworld-höz? Tehát... Benne van a szlogenben, nem? Igen. Na persze. Vagy mi? Nem. Mert hát ők voltak azok, akik azt a hangvételt képviselték, amit én a magyar webben látni akartam. Ennyi. Emberileg, ugye találkoztam velük élőben, emberileg olyanok voltak, mint amilyennek elképzeltem, és el is vártam őket, hogy legyenek. És innentől kezdve nem igazán volt semmi akadály annak, hogy én ide akarjak tartozni. Az a más kérdés, hogy hogy kell bekerülni, az nekem szerintem szerencsém is volt vele. Ennyi. Arkom? Szerintem mindenki, aki az Otherworld-höz csatlakozik, szerintem ugyanazonokból. Ok miatt csatlakozik, én úgy érzem. Na jó, sasa komor heroinér, de mindegy. Mi? Igen. De nem, amúgy tényleg no bullshit. Nekem igazából van egy ilyen szinte beteges küldetés tudatom, mert ugye mellett még bölcsész is vagyok, és ugye meg akarom osztani minden tudásomat a jó világgal. Lehetőleg úgy, hogy ne végezzek így nagyban agymosást. Ez eddig szerintem talán ment. Például Csiri még abszolút év agyilag, tehát őre nem hadott, ennek örülök. Micsoda? Semmi, a szövegelésem. Ja. Igen. Igazából ennyi. Akkor is ismertétek Zolit vagy a többieket, erre a felére még nem válaszoltam. Igen, volt egy gondolkodó klubja 2012. október közepén, és ott ismertem meg nem is az egész, de a fél stábot. Ja. Igen, én az első táborban nem voltam, és aktív részese voltam az oldalnak. Ez az első táborban például azzal csúcsosodott ki, hogy ott kaptam egy StarCraft 2-t, mert sokat segítettem az oldalnak, az akkori oldalnak a tesztelésében, gyakorlatilag csak én csináltam, és volt egy segítségem, amikor elszállt a szerverük, és egy csomó videót feltöltöttem nekik YouTube-ra. Ilyenekkel segítgettem, és akkor kaptam tőke StarCraftot is. Tehát én ott is ismertem őket, és már valamennyire részese voltam a dolgoknak, de nem azon a szinten, ami most természetesen, csak így beszéltünk már. Meg utána voltam még egy eseményen, az egy Rock Band plusz PlayStation Move-os ilyen launch party-szerűség volt, jegybefonva, és ott is találkoztam az Oliékkal. Meg hát így beszélgettem velük, cseten, itt-ott, ahol volt rá alkalmam, tehát ismertük egymást valamennyire. Amúgy ezt meg szeretném kérdezni, ugye utólag tudtam meg, hogy én egy sok jó ideig, tehát egy jó pár hónapig, amíg nem tudtátok, hogy Arkon, ugye a nick nevem, hogy én sokáig Shepherd néven mentem, ha jól tudom. Ja, igen. Jó. Oké, nem ment. Hát N9-es pólóba voltál. N9-es, köszönöm, Sirin. Vagy 7. Igen. Jó, nem baj, elnézünk. Mindegy. Na, ezt gyorsan válaszoljuk meg, de minden alkalommal felugrik ez a kérdés, de válaszoljuk meg, melyik a top 1 játék, nekem Warcraft 3, vagy a KOTOR 2, neked Chirin a World of Warcraft, ugye? Igen. Még mindig nem történt semmi extra így az utóbbi pár hétben, ugye?
Hát ez elég nehéz lenne onnan. Igen, mivel nem jön ki semmi. Na, mikor mentek Arkonnal lolozni? Hát ez nem hiszem, hogy meg fog történni a közeljövőben, mert én már nem lolozok. Nagyon. Arkon, Fallout Retro World várható, ugye? Ezt már nem tudom, hanyatszor. Mindig te hozott fel ezt a kérdést. Na minden. Nem. Jön majd. Van egy listám, mik jönnek majd egymás után. Annyit talán megszellőztetnék, hogy valamilyen okból kifolyólag fenn van a gépemen a Vampire the Masquerade Bloodlines. Na vajon miért? Hogy és foglalja a helyet. Igen, hogy foglalja a helyet, és szépen lassan haladjak vele valamilyen cél felé. Volt egy kérdés, ami igen? alapján még szeretnék már is ide fűzni gondolatot, és self-promotingolni, hogy milyen videósokat néztek. Ezt már párszor meg kellett válaszolnunk ilyen live-olás közben, és ezért ajánlanám mindenkinek, aki ezekről lemaradt, az fölmehet az én csatornámra, ahol az ilyen live-streameket így archiválni szoktam, az OV Sirinre, mert ott is fönn van például a múltkori Q&A-nk, az ma lett kinyomva, amiben például sok ilyen kérdésre választ adunk, már a múltkor is, például azt, hogy milyen videósokat nézünk. De röviden, külföldieket. Ennyi. És ez is oda fog felkerülni majd, ha kiment már a 24 órás stream. Kérdezik itt, hogy hetedik vagy harcosok klubja? Harcosok klubja. Én mindkettőt választom, nekem ez minden. Ez nem ér. De. Nem ér. Jó, harcosok klubja. Na látod. Nem kéne lassan izét kaptunk? IP-t vagy valamit? Ja, 58. Oké. Tehát mi jeldumálunk is szívesen. Ja, igen. Valami Team Fortress volt beígérve. Ráírok Predatorra. Na, kíváncsi vagyok, hogy közben én is belépek Team Fortressbe. Unturned, de még nem játszottam. Mondja csak. Mivel? Unturned. Unturned. Jaj, igen, azt most hallottam. Ez úgy néz ki, mint valami Minecraft ripoff. Na, kaptunk egy STV-t, Sirin. Ami azt jelenti... Ezt ráhagyjuk a Minecraftos emberekre, jó? Zseniális, köszönöm. Ez nem lesz majd látható, hogy mi az. Mindegy. Megoldom persze, semmi. Jó, oké. Bam, 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 bam. Na, hol volt, lettem ezt? Na igen, Team Fortress. Közben még néhány kérdés, mielőtt még itt nagyban megindul egymás. Ja igen, hogy beszéljünk is, hogy mi történik majd most a képernyőn. Vagy legalábbis a streamen. Igen. A lényeg az, hogy ugye akinek a meccsét most jelenleg közvetíteni fogjuk, az a White Storm csapat, vagyis a magyarok, akik jelenleg a bronz medálért, tehát egy harmadik helyezésért mennek. A milyen csapat? Halluminati? Halluminati, igen. Igen, Halluminati ellen, akik... Ki van írva a címben? Mondjad? Ki van írva igen. A címben? Várjál, most akarok rátérni a lényegre. Összesen lesz három pálya, ezekből kettő biztos. Az egyik az, jelen, bocsánat, három is biztos. Az egyik Viadukt, van Badwater, és a negyedik pedig Lakeside lesz. Várjál, a Viadukt az nem csak akkor játszódik, hogyha egyiket nyerik? Igen, tehát ezért is akartam mondani, hogy ebből a szempontból kettő biztos. Igen. Ugyanis az a lényeg, hogy három meccs fog lemenni, ebből lesz egy payload és két King of the Hill, ugye? Uh-huh. Én jól emlékszem. Úgyhogy amelyik, hát ugye igazából best of, hány ez? Best of 2, nem tudom, best of 3. Ez best of 3-nak hívják, és a meccseken belül ugye 4 pontot kell a King of the Hill-be szerezni, és a kocsitologásnál meg ugye jobban tolni a kocsit, mint a másik csapat. Igen, igazából ennyi. Majd, nem azt mondtam, hogy az Unturned Minecraft mod, azt mondtam, hogy copy.
ilyen plagizált szar. Na, mondja csak, igen, folytatjuk. Igen, majd tudunk adni egy kevés technikai, nem is tanít technikai, de szakértői tanácsadást, ugyanis beszéltem Predatorra, és elmondta, hogy hogyan fog alakulni nekik a taktikájuk. Igen, én ezt le is írtam. Hogy... Mondjad? Ebből le is írtam valamennyit, ez nem az? Hát itt konkrét taktikáról beszélek, tehát hogy ki megy hova, éppen mi a célja, stb. Uh-huh. Na már most úgy látszik, hogy te látod egyébként, hogy írnak-e valamit? Nem, nem írnak semmit. Nem éppen töltök az... be a szerverbe. Ja, még töltesz be? Aha, oké. Okay. Úgyhogy én most nem tudom nézni. Mindjárt lesz kép is, nyugi. Jó, én nem is láttam, hogy most nincs kép. Nem neked, hanem az embereknek, akik mindjárt elkezdek sírni. Nincsen kép, Jézusom! Mindjárt lesz kép. Dolgozunk az ügyön. Most darálom le a képkockákat, és utána kirakom műzliből. Na, közben azt hiszem megvan a negyedik bannunk, mert nagyon nem bír magával a gyerek. Semmi gond, nyugodtan. Az a baj, ez a YouTube chat elég hulladék. Hát az. Egyébként a izével, a 24 órás streammel megdöntöttük a csúcsunkat komment számban. Na mennyi? 15 ezer valamennyi. Az előző csúcsot a 12 órás stream tartotta, az 14 ezer valamennyivel. Ah, ez szép. Ugye? Nagyon durva. Na, benn vagyok valami szerverem. Igen, hát ez valószínűleg az a valami szerver, az... Igen, ez az. Na kukucs. Aha, és itt vannak. Ez az izé, ez a payloados szerver. Nem? Hát nem is szerver, de a map. Igen, ez egy payloados szerver, tehát... Akkor ezt játsszák ez előtt valószínűleg. Nem is annyira hosszú egyébként. Inkább csak kacifántos. Nevezzük annak. Megy körbe, megy, bemegy itt a hegy alá. Igazából csak egy út. Épp, hogy egy út. Leír, azt csókolom. Na már most ugye itt, ahol nagyon meg lehet fogni először, az ugye ez egyik csapatot legalábbis, az ez a nagy plac. A felső terepen szépen fel fognak menni majd a srácok. Le fognak rakni a lépcsőre egy szentrit, elvileg ez így fog menni, és a heavy majd szépen osztja innen az áldást, meg a sniper. És egyébként nagyjából minden úgy fog menni, mint egyébként. Uh-huh. Aztán, igen, ja, itt egyébként egész jó sniper pozíciók vannak, tehát mondta is Predator, hogy minden pontra jut majd egy-egy sniper. De jól emlékszem, azt mondta, hogy valahol ide kerül az ellenséges sniper ide alánk, vagy ahol éppen vagyok, ide alánk valahova. Tehát erre a részre. Már nem emlékszem pontosan, hova rajzolta föl, de valahova ide. Úgy emlékszem. Viszont ha ezen itt tovább megyünk, akkor ha jól tudom, a következő csata itt a tetőn lesz. Ahol meg a sniper ide hátra tud elmenni, és elég jól belátja. Ide fognak majd a kombóval följönni, ugye überezve meg minden jó. Az ellenséges szentje, jól emlékszem, ide kerül valahova. És itt lesz majd a nagy csata. Várjál, mapot cserélünk. Egyébként már van kép, most nézem. Nagyon durva. Hihetetlen jó vagyok. És nem tudtuk végigmondani a mapot. Na nem baj. Nem baj, ez van. Közben ötödik ban, köszönjük szépen. Majd kéne striguláznom. Viszont ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valami is el is fog kezdődni. Lehet, mert egyébként idő van, tehát igen, nem lehet, hogy el lett. Egyébként azt mondták, hogy rossz a konfigja, tehát azért töltik most újra. Aha. Tehát lehet, hogy még nem indul el, viszont úgy láttam, hogy 9-9 játékos van mindkét oldalon, tehát... Hát igen, ez már egy bronz mérkőzés, itt az emberek odafigyelnek rendesen. Főleg, mivel... Mit is tudunk mi Arkon? Mondjad? Egy eshetőséget tudunk. Ja, tudunk egy eshetőséget, de várj, először arról még ne beszéljünk, tehát jó. Lássuk, hogy fog. Na, tényleg valami el fog indulni? Nem hiszem el. Wait, please wait for broadcast to start.
Hát ezt most megvárjuk, és így nézek ki így a világ alá, mert elég hülye helyen spónol így a kamera. De semmi gond. Na, úgy látszik, hogy végre kiszabadultam a stázisból. Stázis? Ja, stázis. Nem látom most a csetet, az a baj. De ebben most kitabolhatok, nem fog lekresselni, ugye? Arkon. Arkon ugye nem fog lekresselni. Nem. Is nem, már nem Arkon nem fog lekresselni, hanem a játék. Hát szerintem én hamarabb fogunk. Mi hamarabb fogunk crashelni, mint a játék, van egy olyan érzésem. Legalábbis én ezt magamról el tudom mondani, hogy te már újra telepítetted a Windows-odat, nem? Nem. Nem, akkor valószínűleg te is. Na, közben kapom az információt. Ja, közben az ellenfél nagyon nem tetszik a server config, szóval most amiatt van ez a kis szórakozás. Rendben. Úgy látszik válogatósak a brittek és a finnek. Ezek már csak ilyenek. Ezek a finnek? Igen. Igen. Na. Elfelejtettem overlay-t csinálni most, basszus. Sorry. Hát, talán ki fogják bírni. Talán. A production value nem az igazi most. Na, hol is vagyunk most? Ez még mindig ugyanaz a pálya. Ha jól látom. Ez egy jó meglátás. This is UGC CFG. But it's still SV Pure. Mi az SV Pure, Arkon? Micsoda? Mi az SV Pure beállítás? Hát ez egy remek kérdés. Megnézem, ha már itt van a csodálatos internet. Ja, a fizetős Google, ugye? Aha. Pure Servers. Na nézzük, mit ír róla. Cucc. Cheatinget próbálja izélni. A modelleknek a méretét, a lépéseknek a mennyiségét, átlátható valmateriálokra hasznos. Tehát ilyen anti-cheat dolog, ahogy nézem. Srácok, egyébként nem azért... Na mindegy, hagyjuk. Remek. Egyébként az STV-nk az most ment viral-be egyébként. Mert? Hát azért, mert most már kim van a... Hogy hívják? A cseten. Hogy? Honnan? Én kinyomtam, amikor beírtam. Nem baj, kaptunk újat. És azt már nem fogják látni. Sorry, srácok, de... Nem azért streameljük, hogy aztán most... Szépen is jöjjetek. Mindjárt adom, jó? Pillanatra ki tudod lőni arra az időre a képedet? Persze. Oké. Okay. Lehet, hogy utálni fognak az emberek, nem baj. Betöltésnél esetleg lehet, hogy kiírjam üzét? Az IP-t. Igen. Jó, bazd meg. Ja. Jó. Szólni kellett volna, hogy töltünk, akkor nem kapták volna meg az IP-t. Jó, szóljál, hogyha lekaptad. Szóljál, lekaptam. Lekaptad? Te képed nincs kint, tehát azt beírhatod. Jó, várjál, erre sikerült most nekem? Igen, sikerült. Tehát, átküldtem. Jó. Akkor ide át is jön a csapat? Vagy az STV csak ez? Ide jönnek, igen. Jó. Vagy lehet, hogy nem az én hibám. Vagy lehet, hogy Steam miatt tudnak rám jönni. Várjál? Az lehet? Hát lehet. Offline-ba raktam magam. Ja. Ennyi. Jó, most már benn vagyunk. Na, te is megvagy. Visszakapcsolom a Game Capture-t, hogy látszódjon a játék is. Már ha úgy akarja... Aja, obz is. Hogy látszódjon a játék.
4 óra lesz így, akkor manuálisan beállítom. Hiába állítom be manuálisan, mert nem látszik a játék most. Érdekes. What? Ezt nem igazán értem. Mindegy, szoktak ilyet csinálni. Közben gyülekeznek szépen a játékosok. Fölrakadtam volna ide a GoPro-t és azzal közvetítettem volna a pofámat. Ez hogy tetszett volna Arkon? Mennyi értelme lenne a GoPro-nak ebben az esetben? Hát láthatnák az emberek az arcom. Ez minden pénzt megér. Hát mondjuk tény. Fenn vagy egyébként? Fenn vagyok, de nem hozza be a játékot, ez a szar. És nem igazán értem, hogy miért nem. Csak kérdezi Predator, hogy fenn vagyunk-e? Fenn vagyunk, csak valamiért az OBS nem akarja behozni a izét játékot. Na, mindjárt befogja. Az előbb is kellett neki idő. De akkor nem az volt a gond, hanem hogy nem volt beállítva rá izé. A stream. Ja. Ezek ilyen fura dolgok. Érdekes. Na jó, hát akkor... srácok, egyébként ezt a két szakkommentátor, ezt nem. Tehát ezt el lehet hagyni. Tehát mi nem vagyunk szakkommentátorok, mi kommentátorok vagyunk, jó? Tehát légy szíves, ezt így rendezzük le ezt most, jó? Nem kell itt semmi baromságot. Mondja? Amit a múltkor sírtak itt páran, akik nagyon szakok voltak és kommentálni is szerettek valamit, vagy mit tudom én, hogy látszódik a TF-nek a border, ugye, mert Windows-ben kirakom, de így működik normálisan ez a kurva stream program, tehát nem tudok amit kezdeni. És lehet, hogy újra kell indítom a játékot, az TF lefagyott, hogy átrakom Windows-be. Na mindegy. Srácok, aki itt azért jó, hogy pofázzon, az nyugodtan el is mehet. Ha nem, akkor bannolom, ha nem bír magával. Na, ez nagyon-nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Figyeld, ugyanez megy, amikor mondjuk Dark Souls-t streamelsz. Uh-huh. Abszolút azért streameled, mert miért ne. De jönnek akik ugye már level 500-asok. És akkor megmondják, hogy te hogyan játsz. Uh-huh. Na, az a legjobb. Tehát mindig ők azok, akik mondják, hogy a Dark Souls-nak az a lényege, hogy majd te rájössz te magad több óra játék után, hogy mi a megoldás. Igen, igen. Szóval ne pofázzál bele. Pontosan. Köszönjük szépen. Jaj, de sokáig tart váltani a kibaszott képernyőt, esküszöm. Semmi gond, mindjárt kezdődik. Jó, most jó. Ben okay. Vagyok. Már frikamba vagyok. Itt is vagyok. Kezdődnek a dolgok. Vagy mi van? Nekem megállt mindenki egy helybe. Itt vagy, Arkon? Igen, itt vagyok. Neked is megállt? Jaj, na jó. Nem, semmi. Banolom a hatodik embert. Na, ez ilyet szól a srác, hogy na, mert beszél. Nem látjátok be, hogy nem értetek hozzá, bazd meg, miről beszéltünk eddig. Jó, takarodjál innen. Hát ezt mondjuk, hogy nem szakkommentátorok vagyunk, kommentátorok vagyunk. Nem értünk hozzá. Ja. De nyugodtan beszélj azzal a sráccal, aki szakkommentátor, és kérdezd meg, hogy ő miért nem jelentkezett azért, hogy közvetítse neked a meccset. Hát azért. Mit vagyunk, csináljuk, mert az emberek úgy látszik, hogy szeretik. Szeretnék látni, a játékosok szeretnék látni, hogy látják az emberek, amit csinálnak, büszkék arra, amit csinálnak, szeretnék, a többen látnák, mi megcsináljuk, más nem csinálja meg, ezért mi a miért? Miért a mi bajunk? Mit vagyunk? Na, közben, hogy nem a trollokkal foglalkozunk, mert abszolút igazuk hát igen, van egyébként a többieknek, hogy nem kéne ezen felkapnunk a vizet, teljesen igazatok van. Szóval, ott tartunk, hogy még mindig várunk. Arra rohadt meccsre. Nem baj. Mindjárt kezdünk. Közben. Közben.
Alt plusz F4, az nem format C. Jó ötlet. Sirin, 24 órás stream, vagy egy romantikus este alkonnal? Ez eddig a legjobb kérdés. Hát, tekintve, hogy az egyikből csak egyben egyet tervezek. Jaj. Így találjátok ki. Ez csak akkor lesz ki, és csinálok még egy 24 órás streamet. Na, viszont kezdődik a meccs, ahogy nézem. Legalábbis most mindenki visszavonult a kalitkájába. Nem, ez bizony már maga a meccs akar lenni. Szóval... Melyik a mi csapatunk most? A kékek. Kérlek szépen, a mi csapatunk a White Storm, aki elvileg a payloadot fogja tolni. Ők még benn vannak szépen a kis kalitkában. És a payloadot akarják megakadályozni a... Hogy is hívják őket? Halluminati, igen. Jó nevük van. Szépen azt a szentriüket fel is állították a szokásos helyre, tehát a kis rámpa alján, vagy lépcső tetején van. Itt az lesz egyébként a taktika, hogy ugye az engineer a néhány hapsival egyetemben elkezdi tolni szépen előre a payloadot, míg szépen a heavy felmegy ezre a felső átjáróra. És ezen a felső átjárón oldalba kapja a sentryt és a dispensert, illetve úgy nagyjából az egész csapatot. Itt most ez szépen nézem, hogy merre fognak menni. Uh-huh. De így most látszik is rendesen. Azt nem tudom pontosan, hogy ki fog lennmaradni tolni a cuccot. Mert gondolom az is kelleni fog. Úgy láttam egy... Hát Pepsi már nagyon gyorsan elszállt. Igen. Eközben de ott megy a kombó. Ugye a taktika az megvan. Ott megy hátul be a kombó. Ezt szóltak is nekünk, hogy ez így fog menni. Oh! Heavy meghalt, és a Heavy egyedül van. Heavy meghalt. Itt megkapták rögtön is az első pofont a White Stormosok. Ennek ellenére lassan az első pontnál van a payload, de be tudják-e tolni? Igen, mert az utolsó pár centi, ami számít, tehát az elsőre nem, arra a pár méterre nem osztanak még pontokat senkinek. Csak hát ugye a taktika, amiben bíztak, hogy itt hátul jönnek ugye a heavy medic, meg úgy gondolom a pyro az figyel a mediknek a segélyre, hogy ne legyen szét obálva a spy által, az ugye az első körbe igencsak vérré és belekké változott. Eközben próbálnak még egy offenzívát, nem tudok már beszélni, közben egy légy itt köröz előttem, de ez mindez lényegtelen. Megpróbálnak még egy offenzívát indítani, próbálnak Ubert rakni a heavyre. Lássuk-e, hogy sikerül ezzel áttörni a védelmét. Pyro megy előre, Pyro szórja a lángokat úgy, ahogy próbálja, de hát jelenleg még mindig tartja magát az ellenséges csapat. Eközben Pyro kifekült, és még mindig a heavyn próbálják tartani, vagyis legalábbis rárakni azt a rohadt Ubert, még mindig több idő kell rá hozzá. Ajajaj. Igen, hát Uberre lehet ezt betolni igazán. Mert igen. Ugye mindenki ott van. Eközben Predator egy... Talán, hogyha egyes offenzív az Uber van. És lerúgták a Heavyt, és elválasztódott a mediktől, ami azt jelenti, hogy meg is halt. És meg nem működött az offenzíva, annak ellenére, hogy a Pyro és ugye Predator, azaz a Soldier nagyon szépen megkapta egy pillanatra a csapatot, de úgy látszik a Spy-uk nagyon szépen hátba kapta, és be is tolják a payloadot az első pontra, ami azt jelenti, hogy még van 6 perc, 2 perc ez hozzá. És most mennek a tetőre. És hogyha gyorsak, akkor odaérnek, mielőtt itt bármit kezdene ugye a piros csapat, a Halluminati, ami kicsit fura, mert olyan hangja, mintha valamilyen hal Illuminati lenne, tehát a halak összeesküvése világméretűen. De ahogy nézem, a tetőt azt is skippelték is, mert nem ért vissza a piros csapat. Igen, és be is tolták a második pontra a payloadot, nagyon szép volt, itt tényleg nem is akarták nagyon megállítani, ahogy Siri mondta. Na, harmadik pont. Itt elvileg a sniper tud valamit domborítani, ugyanis rálát a pontra, amit ugye hát elég durván meg kell fogniuk az ellenséges csapatnak. Elvileg a sniper valami innen fog lövöldözni, ha jól emlékszem. Igen. Közben... Ki is lőtték?
kettő ember szépen tolja bele a payloadot, és heavy műsor ráereszti magát. Uberre. De Uber van, Pepsi Man. Mind a két oldalon. Két Uber, na összecsap, na nézzük, mi történik. Az egyik már elfogyott. Sajnos. De az előbb is sikerült kihúzni azt, hogy az Uberről leesett a heavy, és meg is haltak. Viszont lehozta mindenki más, tehát agyon lettek lövöldözve a francba. Hát... Azért most se szarakodnak nagyon. Igen. Csak pont az a pici hiányzik, hogy beleessen tolni a pontig. Mert az ő heavyjük, ugye a piros csapat heavyje, az itt szépen élénken szaladgál jobbra-balra, senkit nem zavartatva. Igaz, már az Uber elfogyott, de hát majd lehet, hogy a következőnél tudnak megint támadni. Miközben még egy offenzívát indítanak, Demoman megy előre, Heavy hátulról támogatja, Demoman ki is fekszik, eközben a Spite is lekapják, jól látom? Azt tudom, hogy mondták, hogy alul nem igazán érdemes támadni, hanem általában fölül szoktak itt átrohangálni. És onnan hát, egyébként mi van velük, mert jelenleg így a Heavy az így berongyolt az épületbe, és Uber van rajta. Igen. Jaj, nem lesz ez nagyon így jó. Nagyon bebátorodtak. Nagyon. És az a vicces, hogy van miért bátornak lenniük, ugyanis nincs nagyon ellenállás. Tehát, ja. Na, még egy picit. Nem akarják engedni, és meg tudom érteni őket, pár persze. Centiméter hiányzik, hogy átmenjen a pontra, ugye akkor más hátrébb spónolnak, tehát több idejük van ugye a Wildstormosoknak fölállni, előre tolni, támadni. Na, közben meddig tovább. Megérkezett a Heavyvel, tudnak-e valamit domborítani? Hát közben Demóban próbálja Heavyt leszedni. Jó, itt már el fogják tolni a pontig, jó, meg lesz, nem kérdés. Hogy meg lesz. Uber rajtuk van, ennyi, igen. Igen, Demóban gyönyörűen bent tartja őket abban a kis alsó járatban, és már megy is előre. És a Predator mesélte nekünk, hogy a taktikájuk az, hogy hátulról megpróbálják őket meglepni. Amit itt láthatunk is, hogy szépen körbe mennek. És ebből az irányból próbálják bevenni őket. Sentry Totem meg ott van lent és figyel. Jó, hát ott... Ott magától szerintem le is gurul egyébként az a csomag. Nagyon jó lövések. Jó, ezt már nem fogják tudni megfogni, mi halottak vagy hatan. Ennyi. Na, mi a szint időnk? Ez a 6 perc? 16? Eddig jók vagyunk. Most ugye fordul a kocka, most a VS a piros csapat, ők védenek. A hal... Illuminati meg ők a kékek és próbálnak összeesküdni, hogy a halaknak jó legyen ebbe a világban. Nem tudom, hogy miért tennének ilyet, a britek meg a norvégok voltak, vagy finnek? Voltak britek. Igen? Milyen? Ja, britek és finnek, igen. Igen, indiai. Igen, az a múltkor volt. Igen. Arkon halk lett. Ajaj. Igen, várjál, nézzem, elvileg szerintem megint a Skype-ot halkította le valamit, pedig ki van kapcsolva, hogy ne halkítsanak rajta semmit, de hát ez van. Igen, lehet, hogy egyébként azért van, mert ugye általában mindig egy 5 percenként leteszem szépen a tárcára a Team Fortress-t, hogy megnézzem, hogy mi van a chaten, de akkor ezt nem fogom csinálni, mert valószínűleg ezért nem bírja. Nem, én szoftveresen nálam halkít le téged a Windows, bocsánat. Aha. Ott tartottuk, hogy egyébként közben megy a meccs, amíg én itt technikai difficulty-t próbálok rendbe rakni. Na, nézzük, mit csinál a másik csapat. Hát ők is ott fölül próbálnak átkelni a halálhágóján. Ez úgy hangzott, mint egy második világháborús filmnek a címe. Igen? Igen. Ezt is akartam. Csak ugye a érdekességkép. Uber rajtuk. Hoppári egy Uberrel szépen oldalba kapták a Wildstormot. Sentry az kikapták, és úgy látszik ez az Uber. El is pusholták őket az egész francban, úgyhogy... Uber Chargers Charge. Na igen, szóval az Uber Chargers Charge al elérték ezt a kis, hát hogy is mondjam, első pontot.
Hát ennek nem örülünk. Az a probléma, hogy másfél perc a különbség? Másfél perccel hamarabb igen. Értem. Hát ez volt a különbség, ugye, hogy a Wildstormosoknak az első próbálkozását sikerült visszavernie a Hal Illuminatinak. A Wildstorm meg nem tudta megfogni az első támadást. Ez egy elég nagy szívás. És ahogy nézem, pusholnak előre, itt már nem is kellett harcolniuk a második pontnál. Itt a harmadiknál lesz most csak harc. Ez nagyon olajozottan megy eddig. Igen. Már a fél távon vannak, és hát nem is tudom, másfél-két perccel kezdődött el a mérkőzés. Spite közben kikapták tőlünk sajnos, úgyhogy hátsó támadásnak a lehetősége az eléggé sovány. De a Soldierünk most játszik Spite, úgyhogy semmi gond. Igen. Vajon itt meg tudjuk-e fogni? Most megfogták őket félúton, még miért átjutottak volna itt az aluljáron, tehát az is számít. Ugye a Wildstorm... Ez nagyon igen. Nagy gond, ugyanis konkrétan bejönnek és szanaszét lőnek minket. Végre megvan az Uber, ez jó lehet. A lényeg, most lehet visszapusholni őket. Csak valakinek meg is kéne halnia. Mert az a előny, amit itt felépítenek, az így el is úszik egyből, hogyha nem tudják visszatartani őket. Mert a package az ott van hátul, az nem megy már vissza. Azt nem lehet, illetve jó, visszamegy, de hát ezt a sebességet nézzétek. És hozzá is értek. Tehát megy előre. Na, bocsánat, csak nézegettem azt a nagy bombát. Uber már volt a Hal Illuminatinak? Uber még nincs, de most próbálják felépíteni az Ubert, van egy olyan érzésem. De nem, nincsen medikük a közelben. Viszont úgy nézem, megoldják a következőt. Igen, az az Uber pushig volt elég. Na a visszatartó most... erő. Igen, és itt az a probléma, hogy 3,5 percig kéne tartani a payloadot. Itt az utolsó ami... pár méterem. Hát ezt nem hiszem, hogy össze fog jönni, de ne legyünk ennyi. Nem látom ott a sentryt, az a baj. Jó, az nem a mi sentrink. Uber a heavy-n közben, sajnos nem a miénken. És már Len is van a rámpán, gyakorlatilag egy kanyarás payload. 3 percet fognak verni a Wildstormra, hogyha ez most összejön nekik, pedig nagyon valószínű, hogy össze fog jönni nekik. Igen. És megállt, de ott vannak körülötte, úgyhogy benn van. Hát ez nagyon csúnya volt így. Elég csúnya volt. 3 perc. 3 egész perc. Ez így jó lesz. Nem baj, itt az idő a revansra. Arkon, a payload jobban hangzik, mint a package, úgyhogy ezt légy szíves. Én a múltkor véletlenül overcharge-nak hívtam az ubercharge-ot. És ezért is megmosták a fejemet. Úgyhogy légy szíves, figyelj oda a terminológiára! Miért? Én mit mondtam? Payload helyett package-et mondtál. Voltam package-et? Az nem te voltál? Lehet, hogy én voltam. Akkor miért nem figyelsz oda, hogy én mit mondok? Figyelek oda, hogy mit mondasz. Jól teszed, fasság, amit mondom. Na, ilyenkor mi van? Gondolom meg volt a pont, és most átállítják a szervert. Leteszem így automatikusan azt fennbe. Aha. King of the Hill. Azt nem kérdeztük meg, hogy ők melyik mappon érzik magukat a legerősebbnek, de mivel ezt ők nem tudtuk, én ezt most így kisajátítom, hogy ezt eldöntsem. És azt mondom, hogy ez volt a leggyengébb mapjuk, az összes többin csak sokkal erősebbek lesznek. Remélem egyetértünk. Igen. Most van egy kis időnk olvasgatni a kérdéseket, de a kedvenc gémünket már elmondtuk párszor. Azt nem mondanám, hogy lámpalázasak vagyunk, mert én most vagyok tol 24 óra streamelésen, tehát én annyira leszarom, hogy miről kéne most beszélnem. Valószínűleg ugyanezt csinálnám. Mit tudom én, beszélgetnék Sims, és akkor is TFS terminológiát használnék, hogy senkit ne idegesítsek fel vele. Te mit csinálnál, Arko, hogyha most éppen nem TF2 közvetítenél? Hát... őszintén? Hát, nem is tudom. Egyébként Arkon még mindig egy picit halk, azt mondják. Arkon nem lehet halk. Arkon most raktam vissza. Valamiért nagyon akarok még. Például, ha most nem TF2-t közvetítenénk, akkor lecsapnám ezt a pontosan szemtelen legyet, aki már itt köröz egy órája a fejem körül. Ja, úgyhogy nagyjából ezt csinálnám. Na, megvan. Két dolgot is lehúzott nekem a Windows. Az Obzot, meg a Skype-ot. Most már nem. Akkor most már Arkon nem lehet halk.
Közben váltunk egy pályát. Nagyon helyes. De a betöltőképernyőn nem látszik a IP, tehát valószínűleg abból szedték ki az emberek, hogy megnéztek friendlistem. Ez nem szép dolog. Shirin túl halk a másik ember. Hát ennyi arkon, te egy másik ember lettél. The other guy. Várjatok, megpróbálom egy kicsit. Nem, most visszacsináltam, most jó. Beszélj?